500-ak kísérték a menettáncot és a Kalocsai Liszt Ferenc, Ami és a Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület legkisebb táncosai által vezetett felvonulást vasárnap délután a Pünkösdi Népművészeti Fesztiválon, a Szent István Király úttól egészen az Érsekkerti szabadtéri színpadig. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt állhatunk a 3. Pünkösdi Népművészeti Fesztivál fő eseményének első részén a menettáncon, a felvonuláson, ahol a délutáni programon fellépő színpadon fellépő csoportok vonultak most fel a polgármesteri hivataltól ide a Szentháromság térig. Igen, én fogadtam a csoportokat, a kullai delegáció megérkezett a tegnapi napon, őket fogadtam. Hát szinte már elmondhatom, hogy hazajönnek ők is, és akár mi is az önkormányzat részéről, de akár mint táncos is elmondhatom, hogy mi is már hazajárunk hozzájuk, baráti a viszony, úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt vannak, el tudtak jönni erre a rendezvényünkre is, és mi is majd megyünk hozzájuk viszont. A talpalávalót a Kalocsai Fúvószenekarból alakult együttes, valamint Pogrányi Miklós és zenekara szolgáltatta, akik a Szerbiából és az Oroszországból érkezett csoportok repertoárján szereplő dalok egy részét is megtanulták. Nagy szeretettel fogadtuk a meghívást Pünkösdi Népművészeti Fesztiválra. Igazából több számmal is érkeztünk, bemutatunk modvai táncokat, Csukodi asszonyverbunkot és csárdást, illetve rábaközi, valamint fekete laki, sűrű magyart és csárdást. Mint a néptánc csoport vezetőjétől megtudtuk, tartalmas időszak áll előttük, a következő időszakban Bajára és Dunafalvára is ellátogatnak majd. A Százszor Szép nevű együttesünk, ez igazából a felsős korosztályt takarja, tovább jutott országos szintű versenyre, illetve arany minősítést kapott a nálunk Vajdaságban eléggé neves szintű versenyen, a Kőketáncon. Úgyhogy június 1-én vár ránk egy verseny, országos szintű, mint ahogy azt említettem. Ezen kívül szeptemberben is vár egy hasonló jellegű verseny ránk, Verbászon. Emellett hát a nyár valószínűleg a táborozásról fog szólni, tehát több gyerek jelezte, hogy azért jönnének táborozni, és Magyarországra jövünk táborozni, Dunafalvára, illetve Bajára szoktunk járni, ugyanis a koreográfusaink, Szakács Tamás és Szakál Nikolett, ők ifjú koreográfusok, és nagyon jó kapcsolatot ápolnak Bajával, a Bajai Néptánc csoporttal, és tehát nem csak Kalocsával, Bajával is ápoljuk a jó szomszédi viszonyokat. A fesztiválra oroszországi testvérvárosunkból, Palernézóriból is érkeztek vendégek. Az együttesek a Szentháromság téren már több száz főnek adtak ízelítőt a nagy színpadi folklor műsorból, melyre rengetegen voltak kíváncsiak. A színes gála műsoron Kalocsa és testvérvárosaink mellett többek között kiskörösi és bogyiszlói táncosok is színpadra léptek. A fellépőket hatalmas tapssal fogadta a népes közönség, akiket a műsor után táncház várt a Platán rendezvényközpontban.